A vonalban Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egészen meghökkentő dolgot közölt mai sajtótájékoztatóján azt, hogy a trafikpályázatok ügyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 25 millió forintot szeretne a párttól kérni, kapni, azért, hogy azokat az anyagokat, amelyek kiadására a bíróság kötelezte, le tudja másolni, és papírformában átadja önöknek. Hát ennyit az információ szabadságról és a minisztériumok tájékoztatási kötelezettségéről. Megér önöknek 25 milliót? Nyilván egy ilyen dolognak a nyilvánossága az nagyon-nagyon sok pénzt megér, de hát ez az egész 25 milliós hercehurca, ez egy igazi fideszes mellébeszélés és hazugság. Túl azon, hogy egyetlen egy sor levelet nem kaptam a minisztériumtól, pedig jogerősen megnyertem a pert országgyűlési képviselőként a minisztériummal szemben, hogy a trafik pályázatoknak minden adatát kötelességük nyilvánosságra hozni. Ez már önmagában egy abszurdum, hogy pert kellett indítani azért, hogy az abszolút nyilvánvaló kötelezettségüknek tegyenek eleget. Ugye két fokon, egyik bíróságról a másik bíróságra járva végig kellett vinnünk ezt a hosszú folyamatot, de hál' Isten meglett a jogerős ítélet, mindenben nekünk lett igazunk, és a mai napon lejárt az a határidő, amikor a minisztériumnak ezeket az adatokat ki kellett adnia. És ahelyett, hogy írtak volna egy levelet, hogy tessék, itt vannak az információk, átveheti, megnézheti, csak egy sajtóközleményt adott ki a minisztérium, mely szerint ők várnak tőlem majd 25 millió forintot, hogy ezt az egészet lefénymásolják. Két szempontból is nonsens ez a történet. Egyrészt azért, mert én a keresetben nem kértem, hogy nyomtatott formában adják át nekünk ezeket a dokumentumokat, épp ellenkezőleg, mivel én azért szeretem a környezetet és védem a fákat, kiszámoltuk, hogyha a minisztériumnak igaz az a szövege, hogy ez 25 millió forint fénymásolandót jelent, az kb. 60 tonna fát jelentene. Ez egyébként 3748 darab háború és béke, hogy tovább folytassam a nonszenszeknek a sorolását. Szóval én nem kértem, hogy ezt így küldjék el, kifejezetten úgy kértem, hogy elektronikus adathordozón adják oda, vagy tegyék fel egyszerűen a honlapjukra, hogy ezt mindenki lássa. De ha mégis kértem volna, ha mégis az lett volna, hogy mi azt szeretnénk, hogy papír alapon nézhessünk bele ebbe a dokumentum csomagba, akkor sem kérhetne a törvény szerint egyetlen egy fikinget sem ezért a minisztérium, mert a törvény okosan, nagyon világosan fogalmaz. Csak akkor merülhet fel az, hogy az adatkérőnek be kell szállnia a költségekbe, hogyha az adatszolgáltató ezt az adatot önkéntesen kiadta. Márpedig, ahogy ön is mondta, szó nem volt erről, hosszú időn keresztül pereskedni kellett. Márpedig, ha pert nyerünk, akkor a büntetésnek az is a része, hogy ezt nekünk ingyenesen kell átadni. Tehát két szempontból is hazugság ez a 25 millió forint. Az egyébként így van a törvényben, hogyha az adatszolgáltató, vagyis a minisztérium önkéntesen adja ki, akkor akár jogosan is kérhetne 25 millió forintot. Hát micsoda dolog ez? Milyen törvény ez? Egyébként majd megváltoztatják ezt a törvényt, hogyha éppen nem tetszik neki. 25 millió forintot akkor sem kérhetne, azért mondtam az előbeteket a vicces számokat, mert tényleg kiszámoltuk ezt a 3748 darab háború és békét és 60 tonna fát és 5,5 millió oldalt. Nyilván közelében sincsen a fénymásolás költsége ennek. Ha ez lenne az igazság, akkor sem 25 millió forintba, hanem néhány százezer forintba kerülhetne ez a dolog. De abban az esetben, hogyha a minisztérium önkéntesen teljesített volna, akkor a törvény szerint annyit kérhetett volna, hogy megkérhetett volna előre, hogy a költségeket osszuk meg magunk között. Akkor sem kötelezhetne erre, hanem lehetett volna közöttünk egy normális vita. De úgy, hogy ebből per lett. A minisztérium ezt a pert elveszítette, így már ez a kérdés nem merül fel, de mondom még egyszer, ez a dolog lényege, soha egy pillanatig nem kértük, hogy ezt fénymásolják le. Hát a Fidesznek a mániája, a fák kivágása a Kossuth téren nem az én mániám. Nekünk ez elektronikus adathordozón, internetes honlapon. Na de ha ők ennyire benne vannak a fakivágásban, akkor 50 tonna ide vagy oda pluszban nem számít, nem? Hát csak akkor velem akarják ezt a dolgot kifizettetni. Nagyon nincsen rendben ez a dolog. Nagyon olyan nincsen, fajta hatalmi cinizmus, hogy elképzelhetetlen. Ha ez az 5,5 millió oldal, amit nem tudnak, csak feltételeznek a 25 millió alapján, abból kiszámolva, hogy körülbelül mennyi lehet, mennyit kérnek egy oldal másolásáért, de hát az 5,5 millió oldal az
totálisan elképzelhetetlen egy ilyen trafikpályázat ügyben. Hány tagú volt a bíráló bizottság? Nyilvánosságra hozták a nevüket. Mennyien lettek? 10-12? 11-en volt. 11, na jó. Ezt is elmondtam a sajtótájékoztatón. Nyilván ez a 11 ember fantasztikus munkát végzett. Becsületes hazafiként, gondolom egyesével végig böngészték mind az 5,5 millió oldalt fejenként. Nyilván mind az 5,5 millió oldalt mind a 11-nek ki is nyomtatták. Ez összesen már 60 millió oldal, ami már nyomtatva 270 millió forintot jelentene. Tudom sorolni tovább ezt a sok-sok nonsens dolgot, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy szó nincs arról, hogy itt ilyen hatalmas adatmennyiségről lenne szó. Azt mondja a minisztérium a közleményben, mert ugye a bírósági döntés ellenére nem adták ki levélben az adatokat, hogy 15 ezer pályázat volt. Hát az 5,5 milliót, hogyha elosztjuk ezzel, a 15 ezerrel, akkor az jön ki, hogy minden egyes pályázat 370 oldal volt. Ez ugye elképzelhetetlen. Néhány oldalas pályázat. Minden szál cigarettára esett egy oldal körülbelül. Hát tiszta abszurdum az egész, olyan, mintha egy ilyen Ionesco abszurd drámából. De lehet, hogy az Übi király különböző felvonásait látjuk, és csak még nem tudjuk, hogy benne vagyunk ebben a darabban. Mit fognak tenni azon kívül, hogy nyilvánosságra hozták, hogy ez az egész abszurdum, hazugság, ez nem lehet így, megint csak szabotálják azt a bírósági döntést, amellyel kötelező volna kiadniuk a trafikpályázatokat? Most ugye az történik, hogy az ítélet készhez vételét követő 15 napon belül kellett ezt kiadni. Itt van egy pici vita, hogy ez a mai napon jár le, vagy a holnapi napon, de legyünk megengedőek. Nem ma járt le, hogy mi gondoljuk, járjon le holnap. Kap tőlünk még egy napot a minisztérium, hogy ne kelljen ebben most nekünk vitatkozni. A holnapi napon, hogyha ezt elektronikus adathordozón, interneten, bárhogy nem kapjuk meg, onnantól kezdve durva törvénysértésben van már a minisztérium, és nyilván ilyenkor a jognak az eszközeit, azt meg kell majd ragadni. Azt a furcsa szöveget mondják, ez számomra megint csak értelmezhetetlen, jogászként is, nem csak politikusként, hogy mivel annyira hosszú idő neki kiadni ezeket az adatokat, csak zárójelbe jegyzem meg, a szóbeli ítélet hirdetés nagyon régen volt, tehát régóta készülhettek erre, hogy ezt ki kell adni, de zárójel bezárva, olyan hosszú időt igényel ez majd nekik, hogy ők kérik a bíróságtól a határidő meghosszabbítását. Na ilyen nincs. Ez nem létezik. Ilyet a magyar polgári jog nem ismer, és soha nem is ismert. Ha ez a határidő lejár, akkor kész, vége. Nincs olyan forma, ahogy a bíróságtól kérni lehetne ennek a meghosszabbítását. Ezért aztán várjuk még egy napot, legyünk megengedőek, mert ők úgy számoltak, hogy holnap jár le, csak utána nyilván elkezdjük folytatni az eljárásokat. Egy dolog biztos. Van ebben az ügyben titkolni valójuk. Ha nem lenne titkolni valójuk, akkor nem kapálóznának kézzel lábbal az ellen, hogy ezeket az adatokat a magyar közvélemény megismerhesse. Az egyetlen adat, amit megismerhettünk, az ez a 11 fős bíráló bizottságnak a neve volt, mert ugye itt nem tudtak hivatkozni, hogy ez túl sok papír lenne, ezért ebben megadták a jogerős ítélet alapján a felhatalmazást. És hát ők ezek, kicsodák? Ezek között látható miniszteri titkárságvezető, aki nem tudjuk, hogy miért ért a dohányügyekhez. Van közöttük Fidelitás, tehát a Fidesz ifjúsági szervezetének az egyik vezetője, akit megint csak nem tudjuk, hogy kerül a képbe. Dehogy nem tudják. Az a gyanús ebben a dologban, hogy mivel a szokásos koncessziós pályázatokhoz képest, ahol felszoktak kérni a bírálóbizottságba a kormányzati embereken kívül a szakmából és a civil szférából is bírálókat, itt egy darab ilyen ember nincsen. Vagyis a kiválasztás alapja az teljesen bizonyosan az a fajta politikai megbízhatóság volt, hogy olyan emberek kellenek, akik szó nélkül teljesítik azt a parancsot, aminek az a vége, amit annak idején megírt a sajtó, hogy százával juthattak hozzá fideszes rokonok, barátok, haverok, üzletfelek a trafikokhoz Magyarországon. Olyan kompromisszumba belemennének-e, hogy azt mondja a minisztérium, hogy jaj, hát tényleg nincs meg elektronikus úton ez az egész, ami hát elég abszurd volna, csak papírformában van, mi ezt le akartuk másolni, de hát ez nagyon nagy munka, és nagyon sokba kerül, megértjük a pártot is, viszont tessék bejönni, az önök rendelkezésére bocsátunk a minisztériumban egy szobát, két szobát, tessék átnézni, ott van a kezükbe, adjuk az összes dokumentumot, aktát, nézzék.
Szó sem lehet róla. Mert? Szó sem lehet róla. Azért nem lehet róla szó, mert egyrészt nem ez a bíróság ítélete, az ítélet az, hogy oda kell nekünk ezt adni, másrészt meg azért nem, mert hogy mi eltölthetünk ott 2-3 hetet is ezekben a szobákban, hiszen azért, ha nem is 5,5 millió oldal, de biztos, hogy nagyon sok oldal, és nem biztos, hogy ugyanarra jutnánk, mint ami az eredeti tervünk. Mert az eredeti tervünk az az, hogy ahogy megérkeznek ezek az adatok, azonnal odaadjuk az összes érdeklődő újságírónak Magyarországon. Aha, mindenkinek. Szóval társadalmasítják a munkát. Ha a Klubrádió kéri ezt, odaadjuk a Klubrádiónak, de még a Hírtévének is, hogy valamit a túloldalról, az ellenpontból mondjak, és mindenki nyugodtan böngészte, mindenki tudjon utána nézni. Szerintem az igazi nagy eredmény, a nagy teljesítmény, hogy ezt az ügyet fel lehetett göngyölíteni, azaz akkor még tisztességesebb, független magyar sajtójé, már hogy a sajtónak a független részé. Szerintem ez a sajtó megérdemli azt, hogyha ezek az adatok megvannak, akkor mi odaadjuk nekik, és mindenki nyugodtan böngészhesse, találhasson benne kedvére olyan dolgokat, amikben egyébként érdemes nyomozni. Tessék beszkendelni, nem? Az nem kerül 25 millióba. Így igaz, de hadd mondjak önnek még egy dolgot. Én nem hiszem, hogy nincsen meg ez, vagy legalábbis a jelentős része elektronikus formában. Az ugyanis elképzelhetetlen, hogy a 11 fős bírálóbizottság az 11-szer 5,5 millió oldalt lapozgatott az alatt a néhány hét alatt, ami alatt meghozták a döntéseket. Azt még feltételezni sem merem, mert egy nagyon méltányos, jóindulatú fiú vagyok, hogy ők ezeket nem olvasták el, de hát nyilván ön is kérzi a gúnyt a hangomból. Vagyis biztos, hogy ezeknek egy része legalábbis digitális formában megvan, de ha nincsen meg, a mai minisztériumi rendszerben, ahol olyan gépek állnak rendelkezésre, digitalizálásra, mint egyébként a nagyvállalatoknál, az azt hiszem, hogy néhány nap alatt megoldható, hogy ezeket beszkenneljék, kimásolják egy DVD-re vagy egy pendrive-ra, és odaadják nekünk. Vagyis egyértelmű időhúzó mellébeszélésről van szó. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, ezzel akár a nagyon durva törvénysértésbe is belecsúszhat a kormány, a miniszter személy szerint, és akkor visszük tovább az ügyet. Köszönöm szépen, Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Viszont hallásra! Viszont hallásra!